Ugye az elején vezettél is, és az edző bekiabálta, hogy azért ne vezessél végig. Hát nem vezettél végig, de nagyon szép eredményt értél el, hogy értékeled ezt a teljesítmény. Én nagyon örülök neki. Én azt egyébként hozzátenném, hogy én nem gondolkoztam azon, hogy mit kiabált be nekem az edzőm, hogy vezessél végig, vagy hogy ne vezess végig. Úgyhogy én ott hátaztam egy picit, gondolkodtam, és néztem, hogy kiabál-e nekem, hogy mit csináljak, de végül én úgy döntöttem, hogy akkor én visszaállok egy picit, tehát vártam, hogy valaki megelőzöm, próbáltam valakit magam elé engedni, és így kikerültem a verekedést, és fent tudtam maradni az első bolyon. Te végeztél a legjobb helyen a magyarok közül, ez meglepett? Nagyon, igen, meglepő. Ez nem így lett volna, hogy szerintem, hogyha Rasó nem betegszik meg Szatubában, mert azért messze a legjobb megyek. De hát meglepődtem, igen. Milyen volt a Balaton vize? Nagyon jó volt, tökéletes volt a hőfoka, egy picit hullámzott, de ez az igazi nyílt víz, tehát hozzá kell szokni majd ehhez hosszú távon, hogy találkozhatunk azért hullámosabb tavakkal, illetve tengerekkel még. Volt egy egyenes, amiben nagyon rossz volt a víz, nagyon hullámzott, de amúgy a kör második felében az egész sima volt a víz, ott tudtam jól jönni. Nekem nem lett volna igazából problémám ezzel a hullámzó Balatonnal, kicsit számítottam is rá, meg hát vártam, hogy ilyen legyen a verseny, egy hete Portugáliában is hasonlóan hullámzott, úgyhogy szerintem ezzel nem lett volna nagy probléma. Egyszerűen a legnagyobb probléma azzal van, hogy egy hete hasmenésem van, és erőm nem maradt az úszásra a végére. Azt képest leúsztad a távat, és a felénél meg elég jól álltál, mi történt utána? Hát úgy gondolom, hogy még a harmadik kör végén is jól álltam, hiszen itt voltam a boly elejében. Nem lett volna nagy probléma vele, de hát az utolsó körre nem maradt túl sok erőm, úgyhogy nem volt mit csinálni már, és már csak végig kellett úszni. Hogy élted meg az utolsó kört, milyen gondolatok kavarogtak benned? Hát sok minden járt a fejemben, a kiszállástól elkezdve, az úszuk végig, mert ez mindig két pont az összetettbe pluszba, és a többiek még meghalnak, és akkor valami csoda folytán beérek elsőnek is, és szembe jutott, úgyhogy sok minden volt itt a végén. Mennyire vagy elégedett a teljesítményeddel? Hát most így igen, hát jól úsztam szerintem, de majd kiértékeljük az edzőmmel, hogy már meg mi lehetne javítani. Mindent kihoztál magadból, úgy érzed? Én maximálisan, tehát nagyon-nagyon fájt már a vége, úgyhogy semmiféle energiatartalék nem maradt már ebben a versenyben benne. Lesz egy kis pihenő, vagy jön a következő verseny? Hétfőtől edzőtábor, úgyhogy nem lesz sok pihenő. De hát ezt vállaltuk, tehát ez volt a célunk, hogy kiussunk és elkezdhessünk újra edzőtáborozni, és egy jó felkészülés után megpróbálunk egy még jobbat versenyezni. Egy hete ugye Portugáliában megnyerted a világkupát, arra hogy emlékszel vissza? Hát annak eléggé örültem, egy jó verseny volt, úgy érzem, boldog vagyok, hogy sikerült beérni ott az első helyen. Szeretem a portugál versenyt, hiszen tavaly is ott sikerült először nyerni. Kifejezetten szívesen járok oda-vissza, egy jó verseny, jó környezetben, úgyhogy remélem jövőre is tudjuk folytatni ezt a sorozatot.